Márai Sándor Metronóm. A Metronóm alakja csonkagúla. Tartalma egy acélrugó, mely a csonkagúla külső felületére, mint egy számlapjára erősített ingát változó sebességgel mozgatja. A sebesség változását fokozhatjuk, ha az inga testére apró ólomsúlyt erősítünk, ennehezék alsó vagy felső fekvésének fizikai következése az időegység változása, ez szabja meg, mikor ketyegjen az inga lassan, andante, vagy eszeveszetten gyorsan, presto. A szerkezetet egyébként Johann Nepomuk talált találta fel 1816-ban. Később kitalált még hozzá egy géptrombitát is. Mindkét találmány híressé tette a nevét, de a feltaláló szegényen halt meg. Nagyon szeretem a metronómot, és amikor csak tehetem, fülembe húzatok vele. A metronóm a zeneileg szegény emberek hangszere. Spóroljunk, mondom, és beállítom a metronómot. Már Beethoven, aki pedig krőzus volt zenében, ismerte és élt vele. Nagy előnye az összes hangszerekkel szemben, hogy nem egészen néma ugyan, de nincs dallama. A metronóm olyan, mint egy parányi röntgen szerkezet, amely titkos hullámokra bontja a dallam szövetét, és megmutatja a zene csontvázát. A metronóm körülbelül az a zenében, ami a magyar irodalom nyelvemlékei között a halotti beszéd. Ketyegése ezt mondja, Isa, valamennyien, por és hamu vagyunk. A mélyben módszárt vagy gluk sem más, mint lassított vagy gyorsított időegység. A féle Tempo giusto, 80 egység percenként, a szívverés mintájára, vagy őrült és rendhagyó tempó rubátó, magyarul a megrabolt idő. A metronom, a szürke, a vegytiszta zene. Mindent közöl, amit zenészek valaha álmodtak, de már csak úgy, mint egy abszolút képletet. Mint szenvedélyes zenész, gyakran hallgatom. A metronóm, ha kitanuljuk, egyik a legtökéletesebb hangszereknek. Természetesen érteni kell hozzá. A ritka hangszerek egyike, amelyeket hallgatni majdnem bonyolultabb feladat, mint játszani rajtuk. Ez a hangszer, amelyen, ha jó napon van, le tudok játszani egész Beethoven szimfóniákat, minden tételt maradéktalanul a metronóm az a zene, amely nem zavar, nem kelt indulatokat, nem ráz föl, nem sebez meg. Én félek a zenétől, mert tudom, hogy rövid és hosszú hullámaival roncsolni is tud a lélekben. Feltár olyan beteg területeket, ahova a sebészkés, soha nem bír lehatolni. Átjár olyan fájdalmakat, melyek már zsibbattam, mint egy eltokosodva szunnyattak a lélek szövetében. Megérint olyan emlékeket is, amelyről azt hitted, hogy az irodalom és környezetet sem tud róla. A zene ultraviolet sugarai áthatolnak az érzések anyagán, néha bomlást okoznak a mélyben, kóros folyamatokat indítanak el, vigyázz a zenével, a mélységbe hív, ahol nincs vita többé, mint egy a tények élnek és viaskodnak felbonthatatlanul. A zenével nem lehet feleselni nem lehet tiltakozni ellene. Azt, amit egy allegró közöl, minden következéssel tudomásul kell venned, mint az élet egy elmulasztott pillanatát. A nyers zene még tele van ősi érzésekkel, közöl valamit abból a nyugtalanságból, melyet a kristályok vagy az őssejtek érezhettek. De te már csak a Balatonra szeretnél utazni, ősszel, egy kedves és veszélytelen nővel. A zene fejedre olvassa, amit nem mersz elgondolni sem. Trombitákkal ordítja süket füledbe életed értelmét, azt, amit szerettél volna, ami elől bonyolult áldozatkészséggel tértél ki, s amit megkerülni úgy sem lehet. A zene, támadás, a zenész, tudjuk megveti a közönséget, amely úgy jár a zene világába, mint egy érzelmi szanatóriumba ahol olcsó és jutányos kezeléssel eltüntetik érzelmi organizmusából az epehomokot vagy az albumint. Van már zene pasztillában is, melyet a lábadozók szopogatnak napjában háromszor egy drazsét. Van zene tömény oldatban, mely halálos lehet, ha a szerző elvéti a dózist. Parancsuralmi korszakokban a zene titkos szó, amely az elfojtott és megfélemlített szavak helyett is elmondja az emberek lázadását. Mondom, vigyázz a zenével, szopogast hígoldatokban élve sziruppal és szöveggel ízesítve. A keverés mértéke egy a tízezerhez. Ebben az oldatban ihatott hektószámra, nem árt meg. De egyetlen csepp az ős párladból megmérgezi lelkedet. Szenvedélyeit kifekélyesednek, vágyad elfeketül, mint a cianotikus testek szövete, s lelked vérképe felbomlik. Én ezért inkább csak a metronóm mellett maradok a metronóm, az a hangszerek között, akik kant a filozófiában, a tiszta spekuláció, a megpucolt gondolat a csillagos ég és az emberi zűrzavar között. A metronóm már csak azt mondja el a zenéből, amit nem színez többé félelem és indulat. Akinek van hallása, meghallja ezt a titkos elegáns zenét, a metronóm néma dallamát. Egy Andante szélesívű, szomjas lendületét úgy mutatja meg ez a hangszer, mint a sebész a kipreparált ideget. Íme, ez volt a nagy vágy alján, ez az ideg. A metronóm s a zene, melyet fölidéz, emlékeztet valamire, ami minden élet és érzés első formája. Kezdetben volt az ige. Nem tudom. Talán úgy kell érteni, hogy kezdetben volt az ütem. A metronóm ezt az ütemet hámozza ki a zenéből. Zenepedagógusok az éjeli szekrényen tartják, a hőmérő, két alma, egy színházi hetilap és a szódabikarbónás doboz között. Úgy tartják, mint egy jelképet, valamit, ami jóha van a házban, de a gyakorlatban megteszi az is, ha cipőtalppal verik az zongora alatt a padlót. Naturalisták megvetik, ők úgy érzik, szívükben hordják és érezik az ütemet, nincs szükségük ilyen mesterséges segédeszközökre. Nagy zenészek, szívesen használják, azzal az alázattal és türelemmel, melyel az igazi alkotó munkája meg mestersége anyagát. Tudják, hogy nem elég a szent lélek, kell a munkához készpénz és metronóm is. És vannak abszolút zenészek, kevesen, akik vacsora után családi körben csendesen beállítják a metronómot s meghallgatnak egy-egy tételt a Brahms dalok mintájára, amolyan zenét, dallam nélkül, ezek a legfinnyásabbak. A metronó olyan tiszta, az, mely már-már a csendre és a matematikára emlékeztet. Aki mást akar, ám tessék, menjen az operába.